volt férjem, mert nagyon sokat próbálkoztunk, hogy nekünk babánk szülessen, és nem született babánk, és nem is voltunk. Tehát nem, ez nem jött össze. És mi beszéltünk arról, hogy adott esetben inszeminációval, vagy lombik programmal, vagy esetleg, hogy erre, ebbe az irányba elmenjünk. És én sokkal inkább hoztam meg azt a döntést, hogy én ezt nem szeretném, de örökbefogadni gyermeket, azt minden további nélkül tök boldogan megtenném, és a mostani percben is adott esetben egyedül is megtenném, hogyha arról lenne szó. Szépen. Mert valamiért én azt érzem, hogy ebbe úgy nem lehet. Tehát, hogy én tök elfogadom azt is, hogyha valaki azt az utat választja, hogy lombik program vagy inszemináció során esik teherbe, tehát hogy az egy tök jó dolog, és szerintem ez fontos és zseniális dolog, hogy a tudomány ott tart, hogy ez megoldható, de nekem valamiért az én lelkemnek úgy, tehát nem ez a, nem, tehát nem, nem ez feltét, az nem, azt érzem igen, hogy nekem nem ez az utam. Hanem akkor én ezt valószínű azért nem kapom meg, mert nekem egy másik irány, hogy mondjuk nekem is legyen egy Zsoltim, érted?